Sziasztok, üdvözöllek újra a PC Percek magazinunkban, ezúttal is Tibi a házigazdánk, és most egy számítógépet hoztunk ide. Egy barátom azt mondta, hogy vedd bele egy SSD-t online, és nem gyorsult fel tőle a gépe. Mi lehet a gond? Sziasztok, üdvözlöm a nézőket! Hát, ahogy elnézem, egyszerűen csak így beledobta a gépbe, és valószínűleg elfelejtette az operációs rendszert rátelepíteni. Ugyebár, hogyha belerakunk egy új alkatrészt a számítógépbe, az vagy megpróbálja felismerni és kezelni azt, vagy hogyha nem tudja. Mint például egy háttértárolóról van szó, ebben az esetben mindenképpen újra kell telepíteni a számítógépet, ugyanis hogyha egy régi Winchesteren használtuk eddig a számítógépet, ugye arról fog újraindulni a számítógép minden esetben, mivel nem lett az SSD-re telepítve semmi. És a számítógép nem is tudja azt értelmezni. Tehát akkor nem érdemes csak simán beletenni egy SSD-t a meglévő Winchester mellé, a HDD mellé, hanem újra is kell telepíteni. Mi van akkor, hogy ez az SSD nagyobb, mint 2 terabájt? Ebben az esetben, ugyebár attól függően, hogy milyen telepítést választunk, egy régebbi számítógépnél általában, ugyebár ez a legacy telepítés szokott lenni, ez egy nagyon bevált hatékony telepítési forma volt akkoriban régen. Ma már viszont az újabb UEFI telepítést szoktuk javasolni, illetve az újabb számítógépek is már főleg ezt támogatják. Mindenképpen hatékonyabb és gyorsabb elérést biztosít az SSD-nek, illetve minden alkatrésznek. Hogyha 2 terabyte fölött van a HDD-nk, akkor meg szokta kérdezni általában a számítógép, bár én azt tapasztaltam, hogy már minden HDD-nél, ami új, meg szokta kérdezni a számítógép, hogy milyen partíciós sémát szeretnénk kiválasztani. Ugyebár az MBR és a GPT között tudunk választani. Az MBR a régebbi legacy telepítésről van szó, a GPT pedig az újabb UEFI, gyorsabb és hatékonyabb telepítésről van szó. Általában mi is ezt szoktuk választani. Na most itt egy csomó olyan rövidítést mondtál el, amiről szerintem egyszerűen nem lehet eltájékozódni egy hétköznapi embernek. Tehát akkor úgy gondolom, hogy ilyen esetben mindenképpen érdemes bejönni és szakemberhez fordulni. Igen, mindenképpen érdemes ilyet. Nem egyszer volt már olyanunk, hogy egy ügyfelünk elvitte a számítógépéhez az újabb alkatrészt, ami egy 2 terabájtos Winchester volt, és visszahozta, hogy neki az nem működik, hogy cseréljük ki garanciával. Rádugtuk ugye a számítógépre, és rögtön észrevettük, hogy nem volt beállítva a partíciós séma, illetve partíció sem volt ráhúzva. Ugyebár ezek a lemezek minden szempontból, a gyárból üresen kerülnek hozzánk, nincsen rajtuk se partíció, sem pedig partíciókezelés. És ilyen szempontból mindenképpen érdemes behozni hozzánk, és akkor mi ezt beállítjuk díjmentesen. Miből áll egy ilyen partíciókezelés? Fölbontjuk a 2 terabájtot 2x 1 terabájtra? Ez igazából az ügyfélnek a kérésére változhat. Mi azt szoktuk javasolni, hogy ha szeretne mindenképpen nagy háttértárolót, de gyorsabb számítógépet, akkor vegyen egy 120 GB-os SSD-t, erre telepítjük önmagában a rendszert, és akkor így egy gyorsabb indítás, illetve gyorsabb feladatkezelést tudunk biztosítani, míg az 1 TB-os vagy akár még nagyobb Winchesterekre, attól függően, hogy az ügyfél szeretné ezt kettéosztani, vagy többfelé, vagy esetleg az egészet egybehagyni, ez alapján szoktuk beállítani ezeket, és mindenképpen a hatékonyság szempontjából ezt szoktuk javasolni. Volt már olyan kérésünk is például, hogy kizárólag Winchester kerüljön a számítógépbe, ilyenkor inkább azt szoktuk javasolni, hogy ha 1 terabájtos modulról van szó, akkor legalább egy 200 GB legyen az a rendszer számára fenntartott hely, illetve a C meghajtó rendszer partíció, és a maradék legyen az adatok meghajtó. Nyilván ezeket többfelé szét lehet osztani, bár nem szoktuk javasolni ezeket, ugyanis a merevlemez egy egységként működik a számítógépben, és a felosztása az csak akkor célszerű, illetve akkor ajánlott, hogyha szeretnénk tényleg külön helyeken kezelni mondjuk a képeinket, videóinkat, vagy bármi egyéb dokumentumainkat. És akár, hogyha többen is használják a számítógépünket, akkor is meg lehet adni, hogy ki melyik meghajtót használhatja, és akkor adott felhasználó csak egyetlen egy meghajtó partíciót láthat. Kollégám Greg és Tibi nevében is köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsétek el YouTube, Facebook és Instagram csatornánkat is látogatni. 2 hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok!